gyártani. Jó, de abba voltunk, hogy ugye megyünk haza. Az mi volt? Valami alvó hangot hallottam. Amúgy igen, ezt a theory craftingot ezt csinálhatnánk bazen otthon is néha, tehát ezeket a megnézegetéseket, mert közben beesteledett. Azt nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy az este itt nagyon-nagyon fájni fog nekem. A lifestyle? Hát ütésre, mert írja is, hogy lifestyle on hit. Mi ez egy cső? Tónél, itt van a lábköröm. Aha, és ez dead root, ehhez is már a hármas kell. Jó, elméletileg mondhatjuk félig meddig azt, hogy ezek be vannak ragadva, bazd meg a kőbe. Hogy megmenekültünk, mert itt vagyunk a kőnél. Jó van, azok csak nem követnek a házig, úgyhogy futás haza. Life per hit és egy gyors kardon az nagyon-nagyon OP tud lenni. Tehát most gondoljatok bele egy olyan setupba. Ladybug armor, pajzs, és egy egykezes fegyver, ami minden ütésre hílel. És gyors. Te nem vagy itt kívánatos személy. Hát te meg aztán pláne nem. Ők párosával szoktak járni. Ha ott van a társa. Hú, hazaértünk. Hazaértünk, van plusz kövem. És van plusz bogaram. Oké, hát ilyen, nem tudom, hogy mi ez, amit hazahoztam, ez valami kajaszerű dolog lehet. Szomjas vagyok, menjünk fel inni. Na. Ennyi volt. Hú! Na jó, most nagyot mentünk megint lent. Tudunk-e valamit craftolni? Hát, Club of the Mother Demon-ből craftolhatok még hetet. De még majd, még biztos fogok craftolni, hogy más típusú damage-el is meglegyen. De ugye a ticket azt nem tudjuk, mert kell a pine cone. Ugye Black Ox Hammerhöz is van, mondjuk Black Ox Hornom, az tök jó, hogy akkor abból van egy, és akkor Pupa Leather kell majd. A Thermite Axe-hoz meg megvan mindenem, csak el kell menni a termeszekhez, és akkor meg lesz a hármas axom, úgyhogy ez egyébként szerintem sima liba. A crossbowhoz is kell a hármas kalapács. És még lintet se találtam. Ladybird-öshöz kell pupa, meg ehhez is kell pupa. De szerintem armort biztos, hogy tudnék újat craftolni. Ja nem, mert azokhoz is lint kell. Tehát a Fire Ant-es armorhoz kell lint rope, a Black Ox-hoz pupa. Ladybug, Spider az megvan, a Marksman már nem kell.
ugye a Black Ox, aha, itt is pupa. Itt például nincs is meg a Red Ant armor. Ha, érdekes, hogy az nincs meg. De Termes armorom van, ami Dust Guardos. Crit After Block. Igen, mert a Fire Ant Leg Plate az megvan. Ja, és itt vannak, hogy a petekre tudnék rakni helmet. Amúgy nézzel, ez hogy néz ki? Ez jó, ez aranyos. Jó, bandást kell csinálnunk, mert az megint elfogyott. Mac and Bees. Ez aranyos. Kantinhoz is kell pupa leder. Ez a kantin, ez ráadásul szerintem tök OP lesz, mert koszos vízbe, ha belemerítem, akkor tiszta vizet csinál belőle. Azt szerintem hasznos tud lenni. Jó, más most igazából nem szereztünk, tehát ugyanott vagyunk, ahol voltunk, területet fedeztünk föl, De mást nem, meg még pet house-t is kellene majd csinálni. Igen, egy szep gyűjtő kellene, csak ugye a házam környékén van, hát ezekre a részekre lehet lerakni. Vagy mondhatjuk azt, hogy úgyis le tudunk csúszni, és akkor ott van már a bázisom, ott meg van szep bőven. Tehát gondolkodhatunk egyébként így is. Csinálunk még téglát, mert az sosem elég. Meg kötelet. Van 140 ilyen web lópikulám. Jó, és fejleszteni most nem tudunk, mert ugye a Supreme Platingen még csak 5 darab van, azt is szerintem ládából szereztük, úgyhogy ezeket mindenféleképpen javítani kell, nem fejleszteni, és ugyanúgy, ahogy a fegyvereimet sem tudom 6-osról 7-esre vinni, mert ahhoz meg izé kellene fegyveres, mi az, gyorsan akartam mondani, a fegyverkő. Mert azt itt lehet látni, hogy a 4 darabon van, és ahhoz, hogy bármit átalakítsak ugye valamilyen elementára, ahhoz 5 kell. Tehát igazából, ha még találnék 1 darab Sturdy Whetstone-t, akkor valamilyen fegyvert még tudnék átalakítani. Jó. Mit kellene most csinálni? Nincs már olyan nagyon sok időnk, mert egy 20 percünk van. És ugye egész jól bejárkáltam, talán inkább azt mondom, hogy ezt a részt. Erre még nem nagyon mentünk. De szerintem először a termeszekhez kellene menni balra. Csak nem tudom, hogy azt mondjuk egy ilyen 20 perc alatt megjárom-e a termeszes részt. Ugye a termeszekről annyit tudunk, egyszer elmásztunk odáig. A termeszekről annyit tudunk, hogy stabbing és salty. Tehát a katonát azt felejtsük el, sós fegyverrel kell ellenük menni, ami valószínűleg akkor a Morningstar lesz. Az az egyetlen sós fegyverem van, ami nem slashing. A 3-as szintű eszközökből nem tudok semmit készíteni, mert mindegyikhez vagy pupa leather kell, vagy tököm tudja mi, és olyanom még nincsen. Tehát ugye, ami nekünk érdekes lehetne, az a tik macsicsucsi. Nem, azokból semmit nem tudok elkészíteni. A termeszax. Tehát az lenne az első lépés szerintem, hogy az meglegyen. Thank you.
Az elvileg tényleg elég. Igen. Morningstar-t fejleszteni esetleg nem kell az ötös, bocsánat, hatos. Tehát igazából az összes fegyver, amit használok, tehát a Spider Fang is hatos, a Salty Antlion Sword is hatos, a Morningstar is hatos, a Spicy Koaltana is hatos, meg a Mother Demon is hatos. Na ez kérdezte valaki, hogy nagyot rak-e ez a bunkós bot? Hát igen. 9-es damage, 9-es stun. Szóval az durva. Úgyhogy ez nagyot rak, igen. Ripereljünk szépen mindent. Ó, nincs Black End partom. Wow. Akkor fekete hangyócákat majd kell ölni, mert ezek szerint kifogytam. Meg Bombardier partom sincs. Az igen. Hát az kellemetlen. Mindegy, ha a shieldem eltörik, legfeljebb nem shieldelünk. Ennyire egyszerű. A speed az mindegy. Ekkora damage-nél. Az aztán az nagyon sokat dob a fegyveren. Feeling refreshed. De a talizmánom, van egy talizmánom, ami javít shieldet. Igazából azt el is vihetjük magunkkal, vagy be is rakhatjuk. Fölhoztuk azt egyáltalán? Aha. Akkor figyeljetek, ezen a részen egyelőre nem... Hát... Akkor menjünk balra. Menjünk arra, azt megnézzük, hogy akkor mi van a termeszek irányába. Gondolom, tehát hogyha ha lárvát keresünk, akkor gondolom az valami termesz lárva lesz. Igen, itt a kaja az problémás. Az gond egyébként ezen a fönti helyen. Tehát itt mindenféleképpen ültetni kell. Why so spicy? Na, ugye itt volt a poisonous, akkor mi arra megyünk. Mondjuk a biciklire sem mentem föl. Rolipoli. Orb Weaver az kard. Easy Orb Weaver kill. Az ott pedál. Hát ott nem tudom, hogy mi visított. Na, tehát föl tudtunk jönni a biciklire. Ott viszont van gomba, aminél egy darab ehető, de ott van ehető. Ha lemegyünk, mert elfogy a staminám, akkor megint szarba vagyok.
majd később megesszük, hogy ne itt a lárváknál kajáljunk. Milyen könnyű a pókot már megölni? Hát a katonával igen. Azzal könnyű. Tehát az, hogy a Wolf Spider az hat ütés, az tök durva. Ó, upgrade kő. Inventory full. Miért van nálam kötél? Mi a francból lett nálam kötél? Lárva, 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 vagy mi az? Igen, valamilyen lárvát keresünk. Oké, ezt a helyet még nem láttuk. Az várjál, az leszedhető lesz. Aha, de az úgy leszedhető, hogy ráadásul ahhoz építenem kell. Ahhoz a föntihez mondjuk nem, azt az egyet le tudom szedni, és akkor nézzük meg, hogy az mi a pöcs. Mert az úgy funkcionál, ahogy látom, mint a rágógumi. Ebből. Ez mondjuk jó. Viszont hely fog kelleni. Póksegg az nem kell, pókfonál nem kell. Kötél nem kell. Na nézzük, hogy ez mi. Szia! Az egy kicsit megnehezíti, hogy oda nem tudok menni. Kivettem és nem raktam. De miért vettem ki? Igen, oda mindenképpen föl kell építeni, ahogy látom. De ezt meg tudjuk csípni anélkül is. Van helye? Van. Ez a pupa! Ó, menj már a picsába! Ehhez is izé termeszax kell. De legalább rakhatnám el a zsebembe. Jó, tehát akkor ezekből a izékből nőnek ki. Á, de csupa csopsz. Nem kell építenem, akkor meg lehet lőni. Aha, jó, tehát ide akkor úgy kell jönni, hogy már a termesz axe az megvan. Hát akkor viszont innentől kezdve egyértelmű, hogy mi a fejlődési útvonal. Termeszax, ahogy van termeszax, van pupa leather, ahogy van pupa leather, úgy van hármas kalapács, ahogy van hármas kalapács, jön a rust, tehát a rozsda, és abból meg megint újakat lehet gyártani. És ahogy van igazából már a pupa leatherrel megkapjuk a lehetőségét az új armoroknak is. Tök jó. Ahova viszont nem mentem föl, és sajnálom, mert jártunk ott, a baseball ütőn nem sétáltam végig fölfele. Mondom, ennek a játéknak basszus a progressze, én komolyan mondom, messze az egyik legjobban megoldott így a survival game-ek közül. Én úgy gondolom. Tök jól fel van építve, hogy mit mikor tudsz szerezni, mit miután kell megszerezned. Szerintem nagyon jó. Na ide viszont följövök.
Ha erre fel tudok ugrani, fel tudok, nagyon jó. Ha ott jártunk, ugye ott szereztük meg a koaltanát. Black Entek? Gondolom igen. Annak van a tetején rágógumi, de szerintem azt onnan lehet átmenni. De meg csak azért jövök, mert hát ha van valami felszedhető cucc. Ilyen helyekre mindig el szoktak dugni valamit, ilyen valami gyűjtögethetőt, hát itt mondjuk most pont semmit. Jó, akkor viszont ugorjunk át a székre, és lehet, hogy innen is föl fogok tudni menni a baseballzütőn. Azt mondjuk nem tudom, hogy erre fele érdemes lenne elmenni. Majd leugrunk föntről. Nem ugrunk le föntről, mert meghalunk. Szerintem ezek Black Entek lesznek, ami mondjuk jó lenne nekem a shield javításhoz. Amúgy igen, jó lenne, úgyhogy nyomjuk le őket. Miért kellett megfordulnod? Olyan szépen arcon vertelek volna, hogy mi a szem előttelek volna. Hát azt se sikerült szemmel lőni. Jó. Akkor mi az, amit kirakhatunk? A kettő darab bandást ezt elhasználjuk. És nekem mi kell? Azt hiszem pont ez az end part. End part és arrow. Úgy-úgy, 4 zsír. Na, ennyi, akkor viszont visszarakjuk a badge-et. Jó, tehát akkor ezek szerint az most már biztos, hogy onnan fogjuk gyűjteni a pupákat, vagy pupákokat. Egyelőre ennyi elég nekem, hogy azt tudom, hogy ott van, lehet, hogy aztán majd máshol is lesz. És itt menjünk föl. Várjál, viszont ebbe volt jó kaja. Itt ez egy félig megrágott hotdognál relatív szerintem, hogy mi a jó kaja, de értitek. Na melyik a fresh? Halló? Hát ez... Fresh. Rotten. Jó, akkor már meg kell nézni, azt hittem, hogy... Hát hallod, haver, egy harit. Érted? Azért egynél lehet, hogy több volt belőle, még nem romlott. Ott van. Oh, 3 falat. Oj, de jó. De jó. Sose ízlett még ennyire izé félig megrágott és kidobott hotdog. Annyira imádom ennek a játéknak egyébként ezt a Depth in Field-et, ahogy sétálsz és tényleg minden más rohadt homályos. Na nézzük papa baseball zütőjét. Mi volt ez nekünk annyira különleges? Ott van cukorka, és fekete, ó, ezek ráadásul fekete halálos hangyák. Ah, nagyon jó. Oké, mi volt a Black Ant-nek a, hol vannak a entek? Stabbing és spicy.
Hát, hogyha spicy, akkor viszont a fekete hangyát azt a modern démonnal fogjuk ölni. Asta! ノーマリスカジャラ、ホジエヌイーケレンフェリグメッチベットホドゴットエネットアビディストロール2。Na, ez az, amikor működik egy fegyver. Mi a fasz? Te mi a picsa vagy? Dust mite. Gyere ide! Úgy látom, itt mindenkit ki kell írtanom. Ne, Dust Mite-tal már találkoztam. Csak akkor sötét volt, és nem láttam, hogy az ilyen. Zseni. Jó, hát ahogy látom, ki kell írtanom a teljes izét. Teljes lakosságot. Az a Dust Mite jobban bírja, mint a hangya, mert gondolom az pont nem. Pont nem erre rezisztens. Na, várjál, menjünk vissza, mert kicsit elharapóztak a dolgok, srácok. A zöld fingot te hagyod? Igen, az a Poison Novám, amit én hagyok. Azt nem tudom, csak hogy majd mindjárt megnézzük, hogy amúgy a Dust Mite-ot mivel kell ölni. Mert még egyébként az érdekes lehet nekünk, hogy már most felkészülni arra, hogy ők vajon mire. Lone Mite, az volt a Chopping Stabbing. Fresh. Aha, tehát hogy akkor a kis nyomóiránikat azt ezzel kell. Aha, jó. Igen. Hatásosabb. Á, azért tudtam fölvenni, mert átváltottam fegyvert, és most meg... Jó, mindegy, most már lekaszálom ezzel. Igen, csak most meg nem tudom átvenni a kétkezest a kezembe. Jó, ezt a Dust Mite-ot visszük magunkkal, meg megeszem a gombát. De még gyorsan át akarok szaladni, aztán akkor ennyi volt mára. Vizslát. Amire nem tudok fölmenni. De már. Tuti föl lehet.
Nagy... Itt van papa pipája. Na, és tehát, hogy ide például biztos úgy kellett volna, meg a körömre szelője. Ide például biztos, hogy úgy kell jönnöm, hogy van nálam egy dandelion. Ezt kizár dolog, hogy megugorja innen a karakter. Van egy óriás óra. Ja. Jó. Hát mindegy, mentünk egyet és ugrunk. Ui. Hát nearly. Majdnem. Hát jó. Akkor ezt majd legközelebb. Szerintem, mert most már nem tudok újra fölmenni, meg egy dandeliont is szerezni. Itt a lábtörlő. Ó. Látom én már, miről szól a történet. Na, elnézést. Aha, az a lint. Tehát akkor ide hármas eszközzel fogunk szintén följönni, mert a lintből csináljuk a lintrópot, ami szintén kell a fejlődésemhez. Jó. Most átszaladok, csak hogy lássuk, hogy mik vannak itt. Ezt jól hallom? Ez lesz a következő boss fight aréna. El fogsz vérezni. Inventory full. Mosquito beak. Aha. Ez itt a következő boss aréna. Okés. Na, az izgi lesz akkor. Mi kell hozzá? Orchid Mantis kebab. Ó, akkor ez a Mantis boss. Oké. És kebabot kell neki csinálni. Tök jó helyen van, tehát ott fogunk harcolni a mantisszal. Ahogy látom, itt van sok fekete hangya. Konkrétan több, mint ami a bolyba volt. Csak mondom. Ez itt miért jó? Az mi? Spiky búr. Ó, azt elvisszük, az újdonság. Hát bogáncs. Ó, ezem addig azért nem volt eddig, mert az hármas ax kell, hogy leüssem ezeket szerintem a növényről. Most meg ugye kilútoltuk itt.
Ezt írt egy recepthez, igen, igen. És ez mi, ez toenail? Nem. Ezt gondolom virág. Az egy cserép. És mik azok a fém cuccok? Nem jó, ezek most meg elengedtek. Kifejezetten kellemetlen itt rohangálni enni hangja mellett. Úgyhogy nem látok. Az mi? De szerintem átslattyogtam a termeszekhez, igen. Hát figyeljetek, jó helyen vagyunk. Oda visszasétálok, ahol már ezek nem basztatnak. Vagy csak leugrok. És akkor innen tudjuk folytatni. Ja. Oké. Az biztos akkor, hogy azt nem csinálom nélkületek, tehát a termeszeket azt majd együtt fogjuk megnézni. És mert hogyha a termite axe megvan, akkor utána nagyon sokat tudunk fejlődni, és ezt együtt akarom veletek. Valószínűleg csak rohangálni fogok, és olyan dolgokat ölök, amiket eddig is láttunk. Lehet, hogy a kert északi részénél, mit tudom én, jobbra fölfele mondjuk úgy, és akkor lehet, hogy ott találkozunk Black Ox-szal, azokat öldöklöm, meg a valószínűleg vörös hangyákat, hogy az armorra előkészüljünk, és akkor még ezt a Iconic Spike-ból ezt majd még tudjuk mi az, szkennelni. Úgyhogy innen folyt köv, srácok, mindjárt mondom, hogy hogyan van a jövő heti program.